14. A Vauxhall Park fölött tűzijáték világította meg az eget, nem csak Lizit, de Emilyt is elkápráztatva. Még soha nem volt ilyen látványban része, és bár fontosabb dolgok jártak az eszében, megállt egy kicsit gyönyörködni a színes csillogásban. Az égből hulló petárdák tarka csíkokat húztak nagy dúrogások közepette, szinte teljesen elnyomva a közelben játszó zenekar és lelkes közönség ezaját. Emily valószínűleg teljesen a csodálatos kép hatása alá került volna, ha nem kell mással foglalkoznia. Úramisten, de gyönyörű ez asszonyom! Little Dippingtonban soha nem láttam ehhez foghatót. Lizzie ámulva figyelte a következő felrepülő színes petárdát, mely megvilágította az égboltot. Igen, tudom, Lizzie, csak ugyan gyönyörű, de most nem időzhetünk tovább. Meg kell találnunk a sötét fasort. Az a park másik végében van, asszonyom, mondta Lizzie gyorsan. Nagyon sötét és keskeny. Fák és bokrok szegélyezik. Azt beszélik, sok fiatal hölgyet ragadtak már el onnét az erdőbe, akik soha többé nem kerültek elő. Emily gyanakodva nézett a komornájára. Honnan tudod mindezt a sötét fasorról, Lizzie? George vitt el oda aznap este, amikor asszonyommal Norszkóték bájára mentek, vallotta be Lizzie vidám mosollyal. Vett nekem fagylaltot is ám. Értem. Emily szorosabbra húzta magának kendőjét, és bár igyekezett közömbös hangon beszélni, bizony irigyelte komornáját. Bár csak ő hetne Simonnal fagylaltot a sötét fasorban sétálva, ébredt fel benne romantikus képzelete. Akkor könnyen oda fogunk találni. Erre, asszonyom. Lizzie befordult egy sötét ösvényre. Emily félve pillangatott körbe. Minél távolabb kerültek a főúttól, annál kevesebb lámpa világította meg az ösvényt. Mindkét oldalról kuncogás, apró női sikolyok és hangos férfi nevetés hallatszott az erdő felől. Végül Emily és Lizzie megérkezett a keskeny, fákkal sűrűn szegélyezett sötét fasorhoz. Itt-ott párok bukkantak fel, egymásba feledkezve. Előttük egy fiatalember hajolt le a mellette lévő lányhoz, és a fülébe súgott valamit. A lány kuncogott egy kicsit, aztán némi tétovázás után eltűnt vele a bozotba. Látja, asszonyom? Én mondtam, tele van ez a hely sötét alakokkal, akik csak prédára lesnek, suttogta Lizzie izgatottan. Maradjon szorosan mellettem, Lizzie. Isten őriz, hogy magát is elragadják. Hol találnék ilyen remek komornát? Hát az már igaz. Az úton egy lelket sem láttak. Emily körülnézett, de csak a sötét erdő vette őket körül. Ösztönösen közelebb húzódott Lizzie-hez. A legyezőjét vegye elő, asszonyom, szólalt meg Lizzie, kissé megszeppenten, most, hogy teljesen magukra maradtak a sötét fasorban. George külön felhívta a figyelmét rá. Arról fogja az az illető megismerni. Tényleg, a legyező. Emily szétnyitotta, hogy jól látszódjon rajta a sárkány figura. Buzgón legyezni kezdett vele. Remélem, George tudta, mit csinál, amikor felbérelte ezt az alakot az alvilágból. Ne vegye sértésnek, asszonyom, de én meg azt remélem, maga is tudja, mit csinál. Elég fura, hogy itt sétafikálunk, ha meg nem sértem vele. Ne legyen szemtelen, Lizzie. Bár az igazat megvalva, magában kénytelen volt igazat adni a lánynak. A terv tökéletesnek tűnt hálószobájának biztonságából, de most kétségei támadtak. Eddig még nem volt dolga bűnözőkkel. Rémülten vette észre, hogy valami megmozdult előtte. A fenébe! Emily elfojtott egy sikolyt, amikor egy fiatal suhanc ugrott ki az erdőből, és pont előtte állt meg. Lizzie rémülten felkiáltott, és Emilyhez bújt. Maga a fehér legyezős hölgy? Kérdezte a fiú. Igen, felelte Emily, igyekezve nyugodtnak tűnni. Maga kicsoda? Nem érdekes. Jöjjön velem a bozótba. Egyedül. A fiú sokat mondóan Lizzie-re nézett. Hát velem mi lesz? Kérdezte Lizzie reszketve. Maga itt marad, és megvárja, míg visszajön az úrnő. Vágta rá a fiú nyersen. Ezzel sarkon fordult, és eltűnt. Néhány pillanat múlva elnyelte a sötétség. Lizzie könyörgő tekintetet vetett Emilyre. Nem szeretnék itt maradni egyedül, asszonyom. Nyugodjon meg, Lizzie, minden rendben lesz. Itt várjon, az út közepén. De asszonyom, bátornak kell lennie, Lizzie. Emily megnyugtatóan megsimogatta a lány karját, aztán kihúzta magát. Bár csak lenne, aki őt is megnyugtatja. Nem kevés bátorságra volt szüksége ahhoz, hogy a sötét erdős résznek nekivágjon. Amikor a bozótos ágai összezáródtak mögötte,
A sötétség szinte áthatolhatatlannak tűnt. Emily legyezőjét, mint egy talizmánt előre tartotta, és megpróbált valamit kivenni a feketeségben. Nem tehetett róla, de eszébe jutottak Lizzie szavai az erdőben megbúvó alakokról. Amikor egy mély, reszelős férfi hang halkan megszólította egy hatalmas fa mögül, Emily akkorát ugrott, mint akibe bolha csípett. Maga az a hölgy, aki emberrablót akar felbérelni? Emily nagyot nyelt, tenyere csupa víz lett. Így igaz. Gondolom, maga pedig az az illető, aki a munkát el tudja végezni. Attól függ, miről van szó. Nem túl bonyolult, nyugtatta Emily remegő hangon. Egy kis emberrablás csupán. A komornyikom nyilván említette már. Van egy úr, akit el szeretnék távolítatni a városból néhány napra. Tudja, nem akarom, hogy baja essen. Biztonságos helyen kellene tartani, mondjuk 5 napig. Lehet róla szó? Sokba fog kerülni. Emily megkönnyebbült. Ez már ismerős terület volt számára. A bűnözők világában a pénz ugyanolyan szerepet játszik az üzletben, mint az előkerő társaságoknál. Értem. Természetesen hajlandó vagyok egy reális összeget kifizetni. Hanem mielőtt közölni az árat, nyomatékosan hangsúlyoznám, hogy a dolog semmiféle kockázattal nem jár. Rendkívül sima ügy. Na és miért pont 5 nap? Tessék? Emily megdermett. Miért pont 5 napja akarja eltüntetni? Ismételte kissé türelmetlen a reszelős hang. Az nem tartozik magára, válaszolta Emily kurtán. Úgy vélem, ennyi szükséges ahhoz, hogy elüljön a dolog a városban. Amikor minden lecsendesedett, akkor Charles, vagyis az illető úr biztonságban visszatérhet otthonába. Maga is olyan, mint a többi asszonynép. Hogy akarja ennyi idő alatt elrendezni az ügyeket? Vagy ahhoz is én kellenék? Nem, ahhoz nincs szükségem a szolgálataira, válaszolta Emily könnyed hangon. A férjem fogja kezébe venni a dolgot hamarosan. A részletekkel ő foglalkozik. Azután már nyugodtan elengedheti a bá... Akarom mondani azt az urat. A fa másik oldala felől egy ideig semmi nem hallatszott. Amikor ismét megszólalt a férfi, hangja kissé zavartnak érződött. Azt mondja, a férje fogja kézbe venni a dolgot? Természetesen. Ha így áll a helyzet, mi a fenét keres maga itt ének éjszakáján? Miért nem ő foglalkozik most is a dologgal? Emily a torkát köszörülte. Pillanatnyilag kissé nehezten rám tudja. Nem egészen helyesli, hogy meg akarom menteni ezt az urat. De hamarosan jobb belátásra tér majd. Csak időt kell adni neki. Vigyel az ördög. Miből gondolja, hogy megváltoztatja a véleményét? Kérdezte a rekedt hang ezúttal dühösen. Azt hiszi, báboként rángathatja? Annyira elcsavartatán a fejét az ágyban, hogy azt tesz, amit maga a fejébe vesz? Emily büszkén kiegyenesedett. Ennek semmi köze ahhoz, hogy irántam érez. Az én férjem igazságos, becsületes ember, aki mindig helyesen cselekszik. Csak idő kell neki, hogy rátaláljon a helyes útra. Lehet, hogy szerinte nem helyes dolog megmenteni ezt az urat? Csattant fel a hang. De igen, és ezt ő is be fogja látni. Az illető úr egy ártatlan fiatalember, aki beleesett a mély vízbe, és bele is fullad valószínűleg, ha nem dobnak neki mentővet. Ezt az én férjem nem nézheti tétlen. A fenébe, mormolta a hang. Én másképp tudom. Úgy hallottam, a férje kemény fickó. Nem úgy táncol, ahogy az asszonynép fütyül. Azt hiszem, nem csak az ifjú urat hagyja vízben, de magát is megtanítja a kesztyűbe dudálni. Ugyan, felelte Emily Villanemon. Mit tud maga az én férjemről? Ő egy igazi úr. Néha nem lát teljesen tisztán, de ez minden férfilól elmondható. Nos, akkor térjünk a tárgyra. Mennyit kér? Azt hiszem, sokkal többet, mint amennyit fizetni szándékozik. Recsegte a hang. Mennyi? Mit szólna, ha azt mondanám, hemperegjen el velem egy kicsikét itt a fűben fizetséggyanánt? A hang most már nyers volt. Emily megdermett, most először az este folyamán elfogta az igazi rémület. Hátrébb lépett. Ne merészeljen ilyeneket mondani, mert szólok a férjemnek, és nem viszi el szárazon. Így áll hát a helyzet? Gúnyolódott a goromba hang. De még mennyire? Jelentette ki Emily határozottan. A férje megvédi, ami az övé. Ha csak egyetlen ujjal hozzám ér, biztos lehet benne, nem fog nyugodni, míg ki nem tekeri a nyakát. Nem ússza megélve. Jézusom! A hideg futkos a hátamon, asszonyom! Húzta el a szavakat a férfi. Futkoshat is.
Emily felvetette a fejét. Csak hogy tudja, bármi gonoszságot forgat is a fejében, ki fog derülni. A szobámban hagytam egy levelet a férjem számára, amelyben pontosan megírtam, hová jövök ma este. Ha bajom esne, tudni fogja, hogy George-on keresztül eljut magához, hiszen ő bérelte fel. Ő lótsága bosszúját nem kerülheti el. Világosan beszéltem? Nem, felelte Simon mérgesen, és kilépett a fa mögül. Soha nem fogom megérteni különös szeszélyeit, azt hiszem. Úgy leszik, erre vagyok károsztatva. Simon! Emily elképetten nézett a magas, sötét kabátba burkolózott alakra. Mi az ördögöt keres itt? A fene tudja. Azt hiszem, meg akartam ijeszteni, és szerettem volna egy kicsit megleckéztetni is. De bizony nagyon nehéz, ha örökké saját magammal rémizget. Ó, Simon, tudtam, hogy segít megmenteni Charles-t. Emily a karjaiba vetette magát. Tudtam, csak egy kis időre volt szüksége, hogy végig gondolja a dolgot. Nem vehette a lelkére, hogy szegény bátyám párbajozzon. Simon jól megrázta. Be kellene zárnom a szobájába egy hónapra, amiért ilyen ostobaságot eszelt ki. Ugye tudja? Édes Istenem, asszonyom, hogy juthatott eszébe ilyesmi? Felbérelni egy alvilági figurát? Mibe keveredhetett volna? Emberrablás és hasonlók. Megértem a haragját, uram, bukta Emily a kabát vastag szövetébe. De az idő sürgetett. Bíztam benne, hogy jobb belátásra tér, de tennem kellett valamit addig is, hogy megmentsem Charles-t. Pusztán csak időt akartam nyerni az ön számára, hogy legyen ideje belátni, nem tagadhatja meg a segítséget. Gondolom, most azt képzeli, segíteni fogok, kérdezte hűvösen. Emily felemelte az arcát, és a férfi árnyékban lévő arcát fürkészte. Nem hihetem, hogy hagyja meghalni Simon, hiszen nem utálhatja ennyire. Neki semmi köze nem volt ahhoz, ami annyi éve történt. Akkoriban kisfiú volt. Az apák bűne, idézte Simon halkan. Nevetséges. Ha pedig ez érvényes, akkor rám is vonatkozik, nem csak Charles-ra és Devlére. Engem is bűnösnek tart talán azért, ami 23 évvel ezelőtt történt. Simon nehezen lélegzett, és kissébb hátrébb lökte a lányt az út felé. Majd később megbeszéljük. Emily visszanézett, és látta, hogy a férfi követi. Most mi a szándék a Simon? Alig, hanem nem maradt más választásom, mint hogy kitalálok valamit annak a csibész bátyának a megmentésére. Különben egy perc nyugtom sem lesz többé. Köszönöm, Simon. Jól vésse az agyába, kismanó. Ez az első és utolsó eset, hogy bármit is teszek a Farringdonok érdekében. Megértettem, mondta Emily engedelmesen, és örökké hálás leszek önnek ezért. Nem vágyom a hálájára, válaszolta Simon. Akkor hát mit kíván? A szavát, hogy többet nem keveredik ilyesmibe. Kirabolhatták, vagy megerőszakolhatták volna, akár meg is ölhették volna Emily. Rettentő ostobaság volt George-ot elküldeni egy ilyen feladattal. A lány megigazította a kendőjét, és kilépett az útra. Igen, uram. Továbbá a jövőben nem? Simon halk káromkodások közepette elhallgatott, ugyanis Lizzie, amint meglátta őket, zokogva rohant úrnőjéhez. Hát itt van, asszonyom, Istennek legyen hála. Annyira aggódtam, attól féltem, elragadták, és nem tudtam, mivel állok majd ő lordsága elé, ha észreveszi az eltűnését. Márpedig előbb vagy utóbb csak feltűnt volna neki. Lizinek elakadt a szava, amikor felismerte a férfit. Teljesen igaza van, szólt Simon hidegen. Előbb vagy utóbb csak feltűnt volna, hogy ő lédisége eltűnt. Jaj, uram! Lizi zavartan pukedlizett, és ilyetten nézte Simont. Csak ugyan maga az uram. Micsoda éles látás! Ha nem akarja magát az utcán találni állás és ajánlások nélkül, akkor a jövőben ügyel rá, hogy asszonya ne sétálgasson egyedül a sötét fasorban. Igenis, uram! Lizi arcára kiúlt a rémület. Emily megrovóan nézett férjére. Simon, ne rémítse halálra szegény lányt. Maga meg Lizi hagyja abba a szipogást, szedje össze magát. Minden rendben. Ő lordsága elejétől fogva szerepelt a tervben. Hát nem csodálatos? Igenis, asszonyom. Lizi bizonytalanul pillantott Simon rosszalló képére. Csodálatos. Most pedig, fordult hozzá Emily vidáman, egyenesen hazamegy a kocsival. Az urassággal nekem még dolgom van. Ma este még el kell intéznünk valamit. Nem kell engem megvárnia. Bocsánat, asszonyom. Álljon meg egy szóra, szólt Simon vontatott hangon. Azt hiszem, itt valami félreértésről lehet szó. Ön ugyanis egyenesen hazamegy a komornájával együtt.
De Simon, az egészet én találtam ki, és végig akarom csinálni. Ha már belekevert, átveszem az irányítást. Szépen hazamegy. Kikísérem magukat a parkból, és személyesen ügyelek rá, hogy beszálljanak a kocsiba. De Simon, szüksége lehet rám. Ez a férfiak dolga. A bátyámról van szó, könyörgött a lány. Maga akarta, hogy segítsek. Emily nem is figyelt rá, elkezdte magyarázni, miért is elengedhetetlen, hogy ő is segítsen Charles megmenteni. Mintha a falnak beszélt volna. Simon hajthatatlan maradt. Néhány perc múlva Emily a kocsiban találta magát Lizzie-vel egyetemben. Simon rájuk csukta az ajtót, és szigorúan meghagyta a kocsisnak, meg se álljon hazáig. Aztán sarkon fordult, és eltűnt az éjszakában. A fenébe! Emily hátravetette magát az ülésen, legyezőjével idegesen hadonászva, majd felsóhajtott és megadta magát a sorsának. Egy pillanattal később felderült az arca. Most már minden rendben lesz. A sárkány kézbe vette a dolgot. Simon vegyes érzelmekkel baktatott fel az ikrek lakásához vezető lépcsőn. Kopogtatott. Az ikrek valamelyike szinte azonnal kinyitotta az ajtót, és csodálkozva bámult rá. Devlinhez van szerencsém, ha nem tévedek, kérdezte Simon egykedűen. Devlin összeszedte magát. Igen, uram. De mi a csodát keres maga itt, Blade? Jó kérdés, én is ezt kérdezem magamtól. Bejöhetek? Végül is miért ne? Devlin tétován hátrébb lépett. Köszönöm, mondta Simon hűvösen. Bement a szobába, kalapját, kabátját és kesztyűjét az inas kezébe nyomta. Charles Farringdon, amikor felismerte a látogatót, félig felemelkedett a székéből a tűz mellett. Blade, az Isten szerelmére mi szél hozta erre ilyenkor? Emilytől tudom, hogy Grayley-vel akar párbajozni. Simon a tűzhöz állt, kezét melengedte. Charles dühös pillantást vetett Iker testvérére. Nem megmondtam, hogy nem lett volna szabad idehoznod ma? Első dolga volt az egészet elmesélni neki. Bökött Blade-re a fejével. El kellett búcsúznia tőled, ellenkezett Devlin. Mi más tehettem volna? Egy szót sem kellett volna szólnod az egészről. Ez magánügy. Charles visszahanyatlott a székébe. Ebben egyetértünk. Szerintem is sokkal kellemesebb lett volna, ha egyszerűen hagyja magát megöletni, felelte Simon. De ha már belekeverték Emilyt, kénytelen vagyok én is beszállni. Semmi köze a dologhoz, motyogta Charles, és a lángokra bámult. De igen, halálra rémítették Emilyt. Ezt nem nézhetem tétlenül. Simon Charles-ra szegezte a tekintetét. Most pedig hallani akarom elejétől a végéig a történetet, hogy el tudjam dönteni, mi a teendő. Becsületbeli ügy, mordult fel Charles, dühös oldalpillantást vetve Simonra. Egy hölgy becsülete forog kockán. Mióta lép fel a hölgyek becsületének védelmében? Hosszú csend következett, majd Charles lassan így felelt. A múltkor, amikor úgy elintézett bennünket a könyvtárban, elgondolkoztunk Devlinnel. Csak ugyan? Simon a tüzet nézte. Valóban így történt, uram, szólt Devlin csendesen. Sokat beszélgettünk. Önnek teljesen igaza volt. Ki kellett volna hívnunk Ashbrookot, amikor megszöktette a húgunkat. Simon ezen eltöprengett. Őszintén szólva, ez az apjuk kötelessége lett volna. Hát lehet. Minden esetre nem volt helyes, hogy semmit sem tettünk, de apa azt mondta... Devlin hirtelen elhallgatott. Megvonta a vállát. Apa azt mondta, a baj már megesett, semmi értelme a fogunkat is otthagyni miatta. Fejezte be Charles halkan. És Emily is egyetértett. Azt hajtogatta, hogy elsősorban az ő hibája volt. Ami valószínű, ismerve Emilyt, tette hozzá Devlin a konyakos pohár után nyúlva. De Charles-szal úgy döntöttünk, végül is nem ez a lényeg. A legkevesebb, amit tehettünk volna, hogy jól elagyabudjáljuk Ashbrookot. Igen. Simon tovább figyelte az aranyszínű lángot. Kezdte átlátni a helyzetet. Egyértelműen ő volt az oka az egész felfordulásnak. Tehát legalább egyikőjük számára adódott egy lehetőség, hogy önmaga előtt kiköszörülje a csorbát, és ezt meg is ragadta. Ki a hölgy? Nem mondhatom meg, uram, felelte Charles határozottan. Megértem a vonakodását, de tudnom kell a nevét. Egy lépést sem szoktam tenni, ha nem vagyok minden lehetséges adat birtokában. Nem hiszem, hogy nagy jelentősége lenne elhallgatni a nevét. Grayley nyilván tudja, kiről van szó, és ez számít. Igaza van, Charles, mondta Devlin mogorván. Mondd meg neki.
Marian Matthews, felelcsász. Simon bólintott. Nagyon helyes kisnő. Ha jól tudom, Yorkshire-ből való a családja. Pontosan, uram. Feleségül akarom venni. Jelentette ki Charles kissé kihívóan. Simon vállat vont. Az a maga dolga. Hogyan került a lány olyan helyzetbe, hogy a sértés elhangzott? Charles magorván nézett rá. Semmi olyat nem tett, amivel kiérdemelte volna. Ártatlan a kislány, kitűnő modora van és jó természete. Grayley odalépett hozzám a klubban tegnap, és elkezdte ócsárolni. Devlin Simonra nézett. Grayley azt állította, hogy ő is csak egy vidéki liba, akit valószínűleg minden yorkshire-i parasz ágyba vitt. Simon összehúzta a szemöldökét. Ez valóban egy kicsit erős. Egyértelműen provokálni akart. Csapott Charles a szék karfájára. Nyilvánvaló. Grayley úgy látszik, vért kíván megint. Hogy érti ezt? Kérdezte Devlin. Grayley azok közé tartozik, akik szívesen rémizgetik ellenfelüket a párviadalnál. Simon szája megkeményedett. Kitűnő céllövő, és nagyon szokta élvezni a dolgot. Mindig figyel rá, hogy olyan ellenfelet válasszon, aki rosszul lő. Elég közismert erről, így aztán nehezen akad olyan bolondra, aki kiállna vele. Ha mégis sikerül kiprovokálnia egy kihívást, a legtöbben elég értelmesek ahhoz, hogy a segítjük útján bocsánatot kérjenek. Én nem fogok bocsánatot kérni, fogadkozott Charles. Inkább essek el a becsület mezején, mint hogy hagyjam Marian becsületét a sárba taposni. Simon elgondolkodva nézett rá. Azt hiszem, ezt most komolyan mondja. Ne fáradjon, uram, nem tud lebeszélni a párbajról. Megesküdtem, hogy kiállok. Értem. Simon ujjaival a kandalló szélén dobolt. Rendben, akkor hát Devlinnel én leszek a segédje. Jöjjön, Dev. Devlin ránézett. Hová megyünk? Grayleyhez természetesen. Rengeteg apró részletet kell még tisztáznunk. De hiszen már tudjuk a helyet és az időpontot, felelte Devlin. Simon megcsóválta a fejét. Úgy érezte, 100 évvel öregebb ezeknél a fiúknál. Broderick Farringdonnak sok szárad a lelkén gondolta. Még sokat kell tanulniuk, és sajnos úgy tűnik, én leszek kénytelen kezelésbe venni magukat. Simon és Devlin a sötét kocsiban ülve figyelték a klub ajtaját. Végre kilépett rajta Grayley. Simon szemét az áldozatán tartva botjával megveregette a kocsi tetejét. Ahogy megállapodtak, a kocsis egyenesen Grayley elé fordult. Grayley a kocsiba ugrott. A beesett arcú, keskeny ajkú, nyugtalan, prédára éhes tekintetű férfi nem vette észre, hogy a kocsiban már ülnek. Jó estét, Grayley! Simon ismét megkopogtatta a kocsi tetejét, mire a jármű elindult. Mi a fene ez? Kiáltott fel Grayley, először Devlinre, majd Simonra nézve. Mi leszünk Charles Farringdon segédei, mondta Simon. Azért jöttünk, hogy elrendezzünk még egy-két apróságot. Miért nem fordult a segédeimhez? Bartonhoz vagy Evinglyhez? Arra gondoltam, érdekelni fognak ezek a részletek, mosolygott Simon hidegen. Ráadásul szerintem nem szerencsés, ha Barton vagy Evingly tudomást szereznének róla. Grayley felhorkant. Szóval Farringdon nevében bocsánatot akar kérni? Természetesen nem. Úgy értesültem, csúnyán megsértette a szóban forgó hölgyet, mondta Simon. Bocsánatot magának kell kérnie. Grayley szeme összeszűkült. Ugyan miért tenném? Mert ellenkező esetben, magyarázta Simon nyugodtan, Farringdonnal kénytelenek leszünk elintézni, hogy az üzleti befektetései hanyatlásnak induljanak, amikor is nem lesz képes fizetési kötelezettségeinek eleget tenni. Gondolok itt elsősorban a kártyaadósságaira. Grayley megmerevedett. Az ördögbe, Blade, csak nem fenyeget. De attól tartok, erről van szó. Úgy tudom, nagy összegeket fektetett be egy olyan vállalkozásba, melyben történetesen én is benne vagyok. Na és? Nagy valószínűséggel egy vagyont nyerek rajta. Kétlem. Legalábbis abban az esetben, ha én, mondjuk túl nagynak ítélve a kockázatot, holnap eladom a részvényeimet. Pillanatok alatt elterjed majd a híre, hogy valami bűzik a dolog körül. Ha én kiszállok az üzletből, mindenki más is így tesz majd. A részvényeket senki sem veszi, így azok, akik magával együtt befektettek, mindent el fognak veszíteni. Grayley rámerett. Te jó ég! Ezzel engem és a többieket teljesen tönkretenne. Úgy tűnik. És mindezt egy Farringdon miatt? Grayley hitetlenkedve csóválta a fejét.
Amennyire én tudom, nem rajong értük. Ezért érezhette úgy, hogy nyugodtan provokálhatja őket. De tévedett. A sós útjai kiszámíthatatlanok. Tehát továbbíthatom a bocsánatkérését Charles Farringdon felé, hozzátéve azt is, hogy csupán félreértés történt? Grayley egy darabig hallgatott. Akik azt állítják, Blade, hogy maga egy hidegvérű gazember, igazat mondanak. Simon vállat vont szemeserebbent. Az utcát figyelte. Ugyan egész későre járt, még mindig rengeteg kocsi szállította az elegáns világ hölgyeit és urait estéről estére. Tehát Grayley biztosan talál magának könnyebb prédát. Vigyel az ördög, Blade! Rajta, öregem, biztatta Simon kedvesen. Csak nem a Farringdon fiú ellen akarja a céllövő tudományát fitogtatni. Keressen más áldozatot. Vigyázzon, mert túl messzire megy, Blade. Lehetséges. Grayley összeszorította a száját. Aztán kopogott a kocsisnak, hogy álljon meg. Amikor a kocsi megállt, kinyitotta az ajtót és kiszállt. Kérem, mondja meg a bátyának, hogy bocsánatot kérek, mondta Devlinnek. A hajnali találkozás elmarad. Ezzel hátralépett és becsapta az ajtót. A kocsi ismét elindult. Devlin szinte áhítatosan bámult Blade-re. Mondhatom, ez fantasztikus. Úgy intézte, hogy Grayley teljesen visszakozzon. Ilyet még nem láttam. A jövőben nem szeretnék hasonló helyzetbe kerülni, jelentette ki Simon nyersen. Remélem világos. Igen, uram, világos. Devlin válasza nagyon készségesnek hangzott. Rendkívül okos megoldás. A pasas rögtön elállt a párbajtól, mert utalt rá, hogy a befektetései bánhatják, ha nem így tesz. Simon hitetlenkedve csóválta a fejét. Farringdon, itt az ideje, hogy a fivére és maga is megtanulják az igazi hatalmat a pénz és a tudás jelenti. Aki ezekkel van felfegyverkezve, az sokkal többet ér el, mint aki pisztolyt vagy kártyát forgat csupán. És ha az embernek nincs pénze? Kérdezte Devlin zavartan. Akkor minél több információt kell szereznie. Annak birtokában hamarosan hozzájut a pénzhez is. Megjegyeztem, uram, felelt Devlin csendesen. Egy darabig hallgatott, aztán felderült az arca. Apropó, Charles és én már megszerettük volna kérni, nem tanítaná el minket arra a különös harcmodorra, amelyet oly hatékonyan alkalmazott rajtunk a minap a könyvtárban. Vagy túl nagy kérés lenne? Azt hiszem, nincs akadálya. Csak azt nem értem, hogyan keveredhettem ebbe az egészbe. Töprengett Simon. Devlin arcán megjelent az ellenállhatatlan Farringdon mosoly. Úgy érti, miért mentette meg Charles-t, és miért fog minket tanítani? Azt hiszem, mindenről Emily tehet. Természetesen igaza van. Mindenről ő tehet. Ugyanis az egész világon ő az egyetlen ember, aki nem tartja magát hidegvérű gazembernek, mondta Devlin. Emily romantikus képzelgései időnként meglehetősen kínosak. Tudom, felelte Devlin együttérzőn. És az ember nem akar szegénynek csalódást okozni. Emily felajánl járkált a szobájában, mindaddig, míg meg nem hallotta a kocsi zörgését. Az ablakhoz rohant, figyelte, hogy megáll a ház előtt. A nehéz függönyöket elhúzva látta Simon kiszállni. Nehéz kabátja csak úgy repült utána, mint a lépcsőn felfelé sietett. A lány gyorsan szélesre tárta az ablakot és kihajolt. – Simon! – kiáltott le. – Jól van? Minden rendben? Simon felnézett, és bosszankodva válaszolt. – Az Isten szerelmére, asszony, csukja be az ablakot! Mit fognak gondolni a szomszédok? Tovább ment a lépcsőn. Biztosan észszerű megoldást talált, gondolta Emily vidáman. Nem lehet nagy a baj, ha a szomszédok miatt aggódik. Kezdi ki ismerni a férfi hangulatait, állapította meg Emily magában. Papucsba bújtatott lábával a szőnyegen dobolva várta, hogy felhangozzon a csizma kopogása. Minden nap közelebb kerültek egymáshoz, a metafizikai régióban is. Valószínűleg a fizikai régióban elért haladásnak köszönhetően. Végre felhangzottak a férfi léptei az előcsarnokban. Emily a szobáikat összekötő ajtóhoz rohant, már a kilincsen volt a keze, amikor meghallotta Higson hangját. Szóval a hűséges szolga megvárta gazdáját. Emily kissé csalódottan visszafordult, és megvárta, még Higsont aludni küldik. Akkor az ajtóhoz sietett és kinyitotta. Simon az ablak mellett ült az árnyékban, kezében egy pohár konyak. Fekete szatén köntösét viselte.
Az ágy mellett egyetlen szár gyertya világított. Sötét haja összeborzolódott, arca a gyertyafényben egészen szoborszerűnek tűnt. Szemében különös fény villant, amikor Emilyre nézett. Íme az én nyughatatlan, robbanékony, bajkeverő kis feleségem. Gondolom, majd meghal a kíváncsiságtól. Ó, igen, Simon, kétségek közt vergődtem, még haza nem ért. Emily a mellette lévő székbe huppant, és figyelmesen nézett. Minden rendben? A dolog el van intézve, ha erre gondol, felelte Simon hidegen. A párbaj elmarad. Nagyot kortyolt a konyakból, majd a pohárba bámulva folytatta. De egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy minden rendben lenne. Emilyt újfajta nyugtalanság fogta el. Érezte, valami különös hangulat kerítette hatalmába Simont. Mi a baj, uram? Baj? A férfi kezébe forgatta a poharat, fejét a szék támlájának döntötte. Nehéz szavakba foglalni, drágám. A lány közelebb hajolva vizsgálta a szemüvegén át. Simon, ugye nem sérült meg? Kérdezte ijetten. Nem, egy csepp vér sem folyt. Hála Istennek! Emily elmosolyodott. Nem, hála magának! Hiszen nem az Isten, hanem maga rendezte el a dolgot. Nagyon jól tudom. Rendkívül hálás vagyok érte, Simon. Tényleg? Ismét ivott egy kicsit. Emily az ajkába harapott. Különös hangulatban van, uram. Ugyan, miért lennék? Tűnyögte a férfi. Hiszen teljesen mindennapos este volt ez a mai, nem? Nem történt semmi rendkívüli. Átlagosnak is lehetne mondani. A feleségemet a Vauxhall Park sötét fa sorában találtam, mert egy alvilági alakkal készült találkozni. Aztán pillanatok alatt rávett arra, hogy megmentsek egy semmire kellő Farringdont attól, hogy ostobaságot kövessen el. Kénytelen voltam kockára tenni az egyik legjövedelmezőbb befektetésemet pusztán azért, hogy ráijesszek az előkelő társaság egyik mihasznak az emberére. Aztán arra jövök haza, hogy a feleségem az ablakból kiabál le, mint valami neveletlen cseléd. Emily felsóhajtott. Érdekes, de a maga szájából az én apró kalandjaim egészen rémesnek hatnak. Magam is észrevettem. Emily felderült. Azt azonban elmondanám, hogy a Vauxhall-i leleplezésemet remekül kitervelte. Egy pillanatig sem gyanakodtam, amikor kézhez kaptam a levelét. Most már tudom, egy ilyen alvilági alak valószínűleg se írni, se olvasni nem tud. Köszönöm a bókot. Hozzá kell ugyan tennem, hogy végig gondolva a dolgot, biztosan átmeneti elmezavar lépett fel nálam, amikor ezt kitaláltam. Nem, dehogy, meg akart leckészetni. Igen, valami ilyesmi járt a fejemben. Simon ismét belekortyolt a konyakba. És micsoda pompás jelenetet rendezett. Igazán? Nem vettem észre, hogy értékeli. Csak állt ott és alkudozott, mint egy kofa, az ön által gazembernek tartott alakkal. Aztán, amikor természetbeni fizetséget akart az illető, férje haragjával fenyegette meg. Emily hirtelen rájött, Simon dühös. Simon, nem értem, miért haragszik. Végül is a Vauxhall Park a maga ötlete volt. Igen, de nem tudom, mi ütött belém. Felhajtotta a pohárban lévő italt. Én azt hiszem, a természetéből fakadó romantikus hajlam sugallta ezt a csodálatos tervet, jelentette ki Emily. Az egész olyan, mintha egy romantikus, kalandos történetben játszódott volna. Tudta, hogy egy ilyet nem hagyhatok ki. Ebből is látszik, mennyire össze vagyunk hangolódva a magasabb régiókban. Az Isten szerelmére, Emily! Ne locsogjon nekem állandóan metafizikáról és magasabb régiókról. Ha eddig nem bolondultam meg, hamarosan megfogok. Simon talpra ugrott, és hirtelen vad mozdulattal a kandallóba dobta a poharat. Éles, idegtépő csattanás hallatszott. Az apró darabok ezer felé repültek a hideg hamuban. Emily ijetten zihált, de meg sem moccant, míg az utolsó üvegcserép is a hamuban nem zuhant. A kandallót bámulta egy darabig, majd Simonra nézett. A férfi arcán ülő merev arckifejezésből és a szemében szikrázó fényből Emily rájött, Simon sokkal inkább megdöbbentette, hogy így elragadta az indulat, mint őt. De hát mindig is tudta róla, hogy mély érzelmek dúlnak benne. Csak a férfi nem akarja ezt tudomásul venni. A fene egye meg! Simon csak állt, és a kandallóra merett. A csend nyomasztó kezdett lenni. Emily összekulcsolta kezét. Nem akartam felizgatni, uram, szólalt meg halkan. Tudja, hogy ez velem nem szokott előfordulni? Fordult hirtelen felé a férfi, egészen ördögi arckifejezéssel. Átkozottul ritkán csak. Micsoda, uram?
Soha senki nem szokott ilyen agyalágyult álhatossággal engem hősként ünnepelni. Egyszer és mindenkorra jegyezze meg, tisztelt asszonyom, hogy én nem egy elbeszélő költeményből léptem ki. Döntéseimet és cselekedeteimet nem az a cél irányítja, hogy megfeleljek az ön idétlen romantikus álmainak. Ellentétben önnel, én nem vagyok szenvedélyes alkat. Minden lépésemet észérvek határozzák meg. Mindent azért teszek, hogy saját céljaimat megvalósítsam. Felfogja, amit mondok? Emily mélyet sóhajtott. Azért haragszik rám, mert kénytelen volt megmenteni a bátyámat ma este? A harag egészen enyhe kifejezés, asszonyom. Hagytam magam belerángatni olyasmibe, amit megfogadtam, hogy soha nem fogok tenni. Hogy segít egy Farringdonnak? A lány megkockáztatott egy pillantást a szempillái alól. Igen, hogy vinni el az ördög. Igen, pontosan erre gondoltam. Nem értem, mi ütött belém ma este. Én nem találom olyan furcsának a cselekedeteit, uram, mondta Emily gyengéden. Úgy viselkedett, ahogy vártam. Nemes, becsületes emberként. A szívem mélyén tudja, a bátyáim nem felelősek az önt ért veszteségért. Farringdonok, az apjuk vérei az Istenért. Nem, uram. Az én apám soha nem párbajozott volna egy nő becsületéért. Charles és Devlin nem olyanok, mint ő. Ő nevelte őket, és a nyomdokaiba léptek, de csak azért, mert nem találtak más követendő példaképet. De esküszöm, hogy ők mások. És azt hiszem, valahol legbelül maga is érzi ezt, különben nem mentette volna meg Charles-t. Egy szót se többet arról, hogy mit és miért csináltam, Emily. Fogalma sincs róla, hogy miért tettem, amit tettem. Az igazság előttem sem teljesen világos. Simon ökölbe szorította kezét, és a kandalló szélére csapott. 23 évvel ezelőtt bosszút esküdtem az egész Farringdon család ellen. Megfogadtam, tönkreteszem minden tagját. Akkor hát miért vett feleségül? Kérdezte Emily hirtelen határozottsággal. Simon összehúzta a szemét. Mulattatott az ötlet. Egyébként pedig ezzel megfosztottam az apját és a bátyait a bevételi forrásuktól. Megkönyörgött, hogy vegyem el, és mert arra gondoltam, milyen remek, hogy egy Farringdon nő a lábaimnál heverve megalázkodik. Ez fájt. Nem alázkodtam meg, uram. Ha visszaemlékszik, az egész egy üzleti megállapodás formájában fogalmaztam meg. A férfi ügyet sem vetett a közbevetése. És végül, de nem utolsó sorban azért, mert nagyon is kedvemre való az a fene nagy szenvedélyes természete az ágyban. Most tehát tudja, miért vettem el. Szó sincs a lelkeink közös te a délutánjairól a magasabb régiókban. A fene egye meg! Emily megremegett. A sárkány ma tüzet okád. Még soha nem látta ennyire feldúltnak. Kérem, Simon, hagyja abba, könyörgöm. Ugyan miért hagynám? Könyörgöm. Mert összetöröm azt a Buda romantikus szívét? Igen, uram. Az Istenért. Nézzen szembe a tényekkel, ostobaliba! Simon megfordult, és elkezdett leföljárkálni a szobában. Nem, mintha eddig sikerült volna ezt elérnem magánál. Ez már sok volt. Emily talpra ugrott. A fenébe, Simon! Ne mondogassa állandóan, hogy a fenébe, parancsolta. Blade grófnőihez nem illik az ilyen szitkozódás. Fütyülök rá, hogy mi illik, és mi nem illik Blade grófnőihez. Vágott vissza dühösen. Ez már túlzás. Nekem nem mondja, hogy nézzek szembe a tényekkel, hiszen egész életemben más se tettem. Fogalma sincs róla, miféle tényekkel kellett életem során szembenéznem. El sem tudja képzelni, szegény anyámnak is miket kellett kiállnia. Legyen nyugodt, néha én is legalább annyira gyűlöltem az apámat, mint maga a sajátját. Simon döbbenten a lányra merett. Mi az ördögről beszél? Én soha nem gyűlöltem az apámat, Emily. Hogy lehetséges ez, azok után, amit magukkal művelt? Maga megőrült. Miért kellett volna gyűlölnöm őt? Mert egy pisztolylövéssel véget vetett az életének, és minden felelősséget magára hárított az anyjával kapcsolatban. Mert a gyors és könnyű utat választotta. Elmenekült abból a katasztrófából, melyet ő okozott. Mert itt hagyta magát, 12 évesen egyedül. Pedig tudnia kellett, nem lesz képes helyrehozni azt, amit ő rontott el. Te jó ég, Simon! Hát hogy ne gyűlölte volna? Simon földbe gyökerezett lábbal állt, és úgy nézett a lányra, mintha egy emberfejű szörnyeteget látna. Maga megőrült. Emily férje felé fordult. Ha megnyugtatja, közölhetem, én is hasonló helyzetben voltam. Mennyiben? Mire 17 éves lettem, a pénz elfogyott. Addigra azonban apám felismerte az üzleti érzékemet.
Lelkesedett a gondolatért. Nyilvánvalóvá vált, hogy szerepem a család megmentése lesz. Én pedig nekiültem a befektetések tanulmányozásának, egyre másra hoztam a pénzügyi döntéseket. Voltak éppen valahol élveztem is a dolgot, de soha nem felejtettem el, hogy azért lett belőlem pénzügyi zseni, mert az apám Léha könnyelmű alak. Még ma is emlékszem rá, mennyit sírt a mama miatta. Emily letörölt egy előtolakodó könycseppet. Emily, nehogy elkezdjen sírni. Emily kifújta az orrát. Gyakran sírt szegény, legtöbbször olyankor, amikor apám nem látta. Nagyon szerette, mindennek ellenére. Gyakran mondogatta, nem szabad a papára haragudni, amiért ennyire szeret játszani. A vérében van, ezzel védte. Emily nagyon elragadtatta magát. Legjobb lesz, ha elmegy aludni szépen. Elegem van ebből az átkozott lekezelő jó indulatából, uram, szipogta Emily, aztán zsebrevágta a zsebkendőjét. Amikor az anyám és a bátyáim rájöttek, hogy képes vagyok a családot pénzügyileg kézben tartani, közölték velem, ezentúl ez kutya kötelességem. Soha nem felejtem el, hogy anyám a halálos ágyán megfogta a kezemet, és azt mondta, nekem kell vigyázni apára és az ikrekre. Nélkülem hamarosan egy filéjük sem maradna, és szegény papa nem tudna meglenni pénz nélkül. Nem akarom tovább hallgatni ezt a rémséget. Ez nem rémség, ezek tények. A tények, melyekkel maga szerint én még soha nem néztem szembe. Szóval legyen nyugodt, uram, egész életemben már sem csináltam, mint tényekkel néztem farkas szemet. És mondhatom, fenemód elegem van belőlük. De mivel megszökni nem lehet előlük, hát majd ezen túl is szembenézek velük, ha kell. Beleértve a házasságunk valóságát is? Kérdezte a férfi fenyegető hangon. A házasságunk egészen más lapra tartozik. A lelkek tiszta és nemes társulása, még ha egyelőre nem is így látja. Nem, Emily, se nemesnek, se tisztának nem mondanám. Nagyon is valóságszaga van. Pontosan úgy, mint az apja élfhajhászó költekezésének és az én bosszúvágyamnak. Ezzel is szembe kellene néznie. A lány megdermett a szavait kísérő furcsa hangsúlytól. Miről beszél, uram? Meg akarom tanítani rá, hogyan nézzen végre szembe a valósággal, a házasságunkat illetően is. Vegye tudomásul, miért vettem el. Nem vagyok hős, Emily. De az, uram, csak nem látja magát abból a perspektívából. Talán mert attól tart, ez gyengének mutatná magát a mások szemében. Uram Isten asszony, hát ez nem igaz. Nincs a világon még egy nő, akinek ilyen képzelő ereje lenne. Sziszegte Simon a fogai között. Mégis meg kell leckésztetnem. Rövid csend után folytatta, hangja mélyebb és érdesebb volt, mint valaha. Jöjjön ide, Emily. A lány nem mozdult, teljesen összezavarodott. Jöjjön ide hozzám, asszonyom. Nincs hangulatom ma a romantikához. A lány egészen lassan feléje fordult. Hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát. Mit kíván tőlem, uram? A férfi szája gúnyos mosolyra húzódott. Mégis mit gondol, asszonyom? Elmondtam, miért vettem a feleségül. Igen, uram, ha jól emlékszem, azt mondta, mulattatta az ötlet. Megbeleillett a bosszú tervébe. Emlékezzen csak vissza, volt még egy oka. Ugyan egyelőre még elég tapasztalatlan a hálószoba nyújtotta örömöket illetően, de elismerem, gyorsan tanul. Ráadásul meglehetősen lelkesedik a feladatért. Szeretném, ha most is tanújelét adná eme lelkesedésnek. Jöjjön ide, és viselkedjen úgy, ahogy egy feleség kötelessége. A felszólítás hidegsége megrémítette a lányt. Az arcán sem látszott más érzelem, csak elfojtott harag. Lám, ennyire dühös, amiért rávettem, hogy mentse meg Charles-t, suttogta Emily. Nem gondoltam, hogy ennyire haragudni fog, uram. Ez a rettenetes harag csak abból fakadhat, hogy azt képzeli, ezzel gyengeséget árul el. Kérem, Simon, ne ilyen szemszögből nézze a dolgot. Bár kedvemre való, ha könyörögni hallom néha, most ma elég, asszonyom. Most szeretkezni akarok magával. Simon szétnyitotta a köntösét, és a masszív, baldahinos ágyhoz lépett. Teljesen mesztelen volt, bőrén megcsillant a gyertyafény, kiemelve finoman formált izmait. A lány szorosabbra húzta magán a köntöst, és elfordította a fejét. Látja, milyen hatással van rám? Kérdezte Simon, és bebújt az ágyba. Meg lehet elégedve, asszonyom. Ez is a hatalom egyfajtája, ha egy férfi ilyen hevesen reagál egy nő bájaira. Nem mindenkinek a hatalom a rögeszméje, uram. Téved, Emily, mint annyi más dologgal kapcsolatban. Emily tétovázott egy kicsit,
majd lassan engedelmeskedett. Óvatosan közeledett az ágyhoz, még mindig a köpenyét markolva. Hirtelen ráébredt, ma egy sebzett sárkánnyal kell megküzdenie. A régi sebek felszakadtak. Még egy ilyen nemes jellemű ember, mint Simon is belemar a feléje nyúló kézbe. Azt is tudta, ez a sárkány melegségre és szerelemre áhítozik. Ő rá van szüksége. Lehetséges, hogy tüzet okádik nagy ordítások közepette, de igazából nem fogja bántani. Simon soha nem lenne képes bántani őt, ha 1000 évig élne is. Emlékezett a nász éjszakán tett fogadalmára. Esküszöm, Emily, mindig melletted leszek. Történjen bármi, tudd, én mindentől megóvlak. Emily válláról lecsúszott a köpeny. Megállt az ágy szélénél. Simon tekintetén látta, hogy a hálóruha finom anyagán át kirajzolódik csípőjének vonala. Emily teljesen kiszolgáltatottnak érezte magát. Már megszokta Simon visszafogott szenvedélyét, de ez a lakonikus, gúnyos pillantás zavarta. Gyorsan befeküdt az ágyba, és álláig húzta a takarót. Idegesen várta a férfi érintését. Tudta, utána minden rendben lesz már. Simon nem mozdult. Karját a feje alá tette, és csúfondárosan figyelte a lányt. Nos, asszonyom, hogyan akar lerohanni heves szenvedélyével a takaró alól? Emily csak pislogott. Arra számít, hogy én kezdeményezzek valahogyan? Arra számítok, hogy bemutatja, mit tanult eddig a házasságban. Ó! Emily lenyelte a folytatást. Szóval azt akarja, hogy ő szeretkezzen vele. Az ötlet felizgatta. Ha ő irányíthatja a szerelmet, akkor szíve szerint felfedezheti a férfit. Elmerülhet benne, megtanulhatja minden porcikáját, és megmutathatja, mennyire szereti. Emily szembefordult Simonnal. Puhatolozva kinyújtotta a kezét, és megérintette a férfi vállát. Az mozdulatlan maradt. A lány közelebb húzódott a takaró alatt, és megcsokolta Simon mesztelen mellét. A férfi illata megborzolta érzékeit. Gyengéden simogatta a mellé lévő szőrszálakat. Még közelebb csúszott. Simon felsóhajtott. Úgy látom, gyorsan tanult, tisztel asszonyom, mormolta. Emily nem reagált az éles megjegyzése. Szeretem megérinteni, Simon. Olyan kemény, karcsú és erős a teste. Mintha valamelyik gyönyörűen megmunkált ékszersárkánya kelt volna életre. Nem fél, hogy ízekre szedem? A lány halványan elmosolyodott, nyelvét végighúzta a férfi mellén. Dehogy tenne ilyet? Nagyon bízik a hatalmában, igaz? Talán kissé túlságosan is. Itt nem hatalomról van szó, Simon, hanem szerelemről. Egyre bátrabban simogatta most már az egész testét. Érezte a combjában megfeszülő izmokat, és rájött, a férfi hatalmas önuralommal tartja magát. Engedje el magát egy kicsit, uram! Lassan dörzsölte az izmokat. Túlságosan feszült. Gondolom, most jön ki a bátyámért tett erőfeszítések hatása. Feszültnek talál? Nagyon, de várjon csak, segítek ellazítani. Emily lelökte a takarót magáról, és Simon mellé térdelt. Úgy tett, mintha meg se látná égbe meredő férfiasságát, gyengéden, de határozott mozdulatokkal combjának és lábszárának hosszú izmait kezdte masszírozni. Mi a fenét csinál? Mordult rá Simon félig leeresztett pillái alól. Apám gyakran csinálta ezt a lovaknak, hosszú, fárasztó vágták után. Azt mondta, ez megakadályozza a görcsöt. Emily egyenletesen dörzsölte és nyomkodta a férfit. A felső combtól indulva haladt a bokáig, először a bal lábán. Amikor végzett, előrehajolt, hogy kezelésbe vegye a jobbat. Simon egész testében megremegett. Ördög és pokol, dünnyögte. Valami baj van, uram? Emily megállt és ránézett. Azt hiszem, még mindig vannak olyan helyek, ahol kissé merev vagyok. Emily megnyugtatóan mosolygott. Hamarosan segítünk azon is, uram. Végigment a jobb lábán is, majd gyengéden megpaskolta. Forduljon meg, kérem. A férfi bizonytalanul pillantott rá. Szemében vadvágy égett. Forduljak meg, hogy a hátát is végig masszírozhassam. Nem vette észre, mennyire megfeszülnek a hátizmok, ha az ember gátolja magát? Emily, higgye el, a legkevésbé sem vagyok idegbeteg. Vonakodva bár, de mégis hasra fordult. Furcsa grimasszal elhelyezkedett. Emily nekilátott széles vállainak. Így oldalról meglehetősen rosszul fért hozzá, nem tudott elég nyomást kifejteni, így közelebb húzódott. Még így sem sokat javult a helyzet.
Erre aztán gondolt egy merészet, felhúzta hálóingét, és Simon derekán helyezkedett el. Ne ficánkoljon annyira, nyögte Simon a párnába. Igenis, uram. Emily mély levegőt vett, és a nyakizmait vette kezelésbe. Egy ilyen pozíció természetesen nem hagy hidegen egy ilyen végletesen szenvedélyes teremtést, mint amilyen én vagyok, gondolta Emily. A térdeinél érezte Simon kemény combjait, mintha csak egy vérmes lovon ült volna. Vagy sárkányon? Emily, maga nevetgél? Nem, uram. Egyre erőteljesebben dörzsölte, masszírozta. Néhány perc telt el így, teljes csendben. Nyugodtabbnak érzi magát, uram? Kérdezte Emily. Nem. Egészen biztos, hogy nem? Kérdezte Emily csalódottan. Egészen biztos, leszállhat. Tessék? Jól hallotta. Simon megrázta magát és megfordult. Emily sietve lekászálódott, és ott térdelt az ágynemű tetején. Simon? A férfi a párnának támaszkodott, és kinyújtotta karját. Jöjjön ide, kismanó! Mormolta, közelebb húzva a lányt. Felrántotta rajta a hálóinget. Ha lovagolni akar, akkor rendesen csinálja. Megragadta a csípőjét, és addig tartotta, míg Emily testének természetes ellenállása meg nem nyitotta az utat számára, a hívogató, nedves, forró ölbe. Egyetlen hosszú lendülettel kitöltötte, Emily torkából apró, csodálkozó sikoly tölt fel, ujjai a férfi mellének feszültek. Most pedig gyerünk, szorította meg a lány combját. Szemét lehúnyva, zihálva lélegzett, de engedelmeskedett. Igen, igen. Simon hangja eltorzult, ujjai megfeszültek. Azt a mindenit, de jó kis manó. Hallani akarom, hogy az enyém vagy. Mondd. Kívánlak, Simon. Egész életemben rád vártam. Soha senki másé nem tudnék lenni. Emilyből szaggatottan törtek elő a szavak. Ez az édes, suttogta a férfi. Add át magad nekem. Szeretlek, sugta Emily. Teljes szívemből szeretlek. Aztán érezte, hogy elönti a mindent elsöprő izgalom. Emily, Istenem Emily! Simon szavai szenvedélyesek és lágyak voltak. A mellére vonta Emilyt, és csak szorította, mintha soha nem akarná elengedni.